Augusztus 7-én kezdődik Berlinben az atlétikai Európa-bajnokság. A nyitó napon rendezik az 50 kilométeres gyaloglást, amelynek mezőnyében ott lesz Hellebrand Máté is. A nyíregyházi atléta a tavalyi londoni világbajnokságon új országos csúccsal végzett a 6. helyen úgy, hogy mindössze 2. alkalommal teljesítette a távot. Pokrovenszki József tanítványa túl van egy szlovákiai magaslati edzőtáboron, és az EB rajtjai már hazai környezetben gyűjti a kilométereket. Az edzőm Józsivával nagyon keményen készülünk az idei Európa-bajnokságra. Több versenyt is lemondtunk ennek érdekében, hogy tényleg csúcsformában legyünk, és hogy tényleg mindent erre az egy versenyre teszünk fel ebben az évben. Aztán szeretnénk dobogó közeli helyen célba érni, és hát ennek érdekében mindent megteszünk. Napi 2-3 edzésem van. Az azt jelenti, hogy egy héten kb. 150-160 kilométert edzek, illetve mellette még van 3-szor konditermi erősítés is, és hát igazából mindent megteszünk ennek érdekében. Bár egy Európa-bajnokság mezőnye elvileg gyengébb egy világbajnoki mezőnnél, a gyaloglásra nem feltétlenül igaz ez a megállapítás. A mezőny az nagyon erős lesz, hát ez a gyaloglás ez amúgy is inkább európai sportág. Van egy úgymond friss hír, hogy a tavalyi világbajnok, a francia Johan Diniz múlt héten mondta le ezt az Európa-bajnokságot, mert fáradásos törése van. Ettől függetlenül lesz elég rivális, akikkel majd meg kell küzdenem. Hellebrand a következő 2 hétben még marad a jelenlegi edzésszámnál, aztán edzőjével visszavesznek a terhelésből, mivel aklimatizálódni nem kell, csak közvetlenül a verseny előtt utazik ki Berlinbe a nyíregyházi atléta.